Amíg a versenyzők készülnek, a szimpatizánsok addig is voksaikkal támogathatják kedvencüket a tehetségkutató honlapján. A folyamatosan fejlődő weboldalon, ami nem mellesleg indul az év honlapja országos versenyen non-profit kategóriában, a továbbjutókra lehet szavazni, egészen december 9-ig a döntő napjáig. Az, akire a legtöbben adják le a voksukat, közönségdíjban részesül. Mindenkit csak búzdítani tudok arra, hogy szavazzon, szavazzon, mert még semmi nincsen veszve, ugye most már több mint 4000 szavazatunk van ez alatt a egy-két nap alatt, tehát ez azt gondolom, hogy fantasztikus. Ez is mutatja az összefogást, ami körül a verseny körül van, és hát én mindenkit búzdítanék arra, hogy igenis tessék szavazni. Nagyon egyszerűen lehet a weboldalon minden versenyzőnél saját magánál, és hát lesz egy közönségdíjasunk, akit szintén ezen a december 9-ig állán fogunk kihirdetni. A szavazás állását tehát egyelőre a versenyzők sem ismerik. A fiatalok egyébként már lázasan készülnek a nyilvános megmérettetésre, hiszen az elődöntőn már nem csak a szakmai zsűri előtt állnak ki a világot jelentő deszkákra. Ide már várjuk jogszeretettel a közönséget is, hiszen nagyon fontos, hogy ezek az énekesek most már zenei alappal és közönséggel tudják megmérettetni magukat a zsűri és a televízió nézők szeme láttára. Természetesen mi a Fehérvár Média Centrummal ott leszünk, ezúttal is rögzítünk mindent, és aki esetleg nem tud eljönni, az majd nálunk a Fehérvár Televízióban megnézheti az összefoglalót. A Fehérvár hangja válogatójának összefoglalóját november 5-én, illetve 6-án a Fehérvár Televízióban tekinthetik meg az érdeklődők.